Jó reggelt kívánok mindenkinek! Pünköst hétfőjén mindenkit majd nagyon szeretettel köszöntök, és hát úgy döntöttem, hogy nem szombat este tartom meg a szokásos heti beszámolót, értékelőt, hanem megvárom vele a hétfő reggelt, hisz nagyon sok munkahelyen ma munkaszüneti nap van. Egyrészt, ahol nem a vallás mentén, ott a gyereknap mentén, úgyhogy ilyen szempontból bízom benne, hogy sokat nem veszítettünk így, hogy ezt a két napot, az elmúlt két napot hagytuk teljes mértékben a hitnek, a pünkösdi időszaknak. Egy különös érzésem van, ami csak most jutott eszembe az elmúlt 20 percben, hisz elég sok mindennel készültem, és eszembe jutott, hogy hát hogy is volt ezelőtt 7 éve? Ezelőtt 7 éve én a feleségemmel együtt mentem ki zarándokolni a Csíksomlyói hegyre, és pont azelőtt, ha jól emlékszem, néhány nappal volt a letartóztatásom. Akkor feltételes módon beengedtek. És hogyan ide a pünkös szombati szentbeszédhez? Gergely érsek két napja nagyon röviden, nagyon példamutatóan beszélt. Úgyhogy hajrá! Számomra nagyon motiváló, és az az igazság, hogy messze menően pozitív gondolatokat kiváltó beszéd volt ez. Azt mondta Gergely érsek, hogy lehet, hogy fáj a rossz, de nem így kell tekinteni. Azt mondta, hogy nem biztos a rossz, de lehet, hogy a jó, nem a jó. És azt is mondta Gergely érsek, hogy a bizalmatlanságot váltsuk át a közösségünk építésének, jobbításának a cselekvésévé. És azt is mondta, hogy ki kell tartani minden megpróbáltatás mellett. Az én kis történetem ezelőtt 7 évvel. Azt mondták, amikor elengedtek 24 óra fogvatartás, visszatartás után, hogy az első hónapban még Csíkszeredát sem hagyhatom el. Ez pont volt beleesett a pünkösd is. És most képzeljék el, hogy milyen volt itt velem szemben van a nyerek. Jöttünk lefelé a feleségemmel, és gondolkoztunk, milyen nálam volt a mobiltelefonom, nem mertem kikapcsolni, hogyha netalán azon keresztül követnek, hogy elhagyom-e a települést, amelyre be van jegyezve a személyigazolványom, hogy nem megyünk át a Fitódi részre. Szörnyű volt. Már nem tudom, hogy pontosan hol van a határ. És akkor még ilyen szempontból volt egy nagyon nagyfokú aggódás, egy nagyon nagyfokú félelem benne. De arra is emlékszem, ezelőtt 7 éve itt kettős pontot nézve, amit mondott Gergely érsek, hogy nem biztos rossz, ami rossz, és jó, ami jó. Ott voltam fenn a felcsíki csapattal, és láttam többeket azok közül, akik valamilyen úton módon hozzájárultak ahhoz, hogy a feljelentéseik, a rossz indulatú nyilatkozataik mentén ebbe a helyzetbe kerüljek, ami most már lassan 7 éve zajlik. De jó volt az látni akkor az embereknek a nagyon nagy fokú együttérzését. Ezelőtt 7 évvel, 7 nappal azután, hogy 24 órára visszatartottak, úgy mentem fel a hegyre, hogy a szívemben nagyon sok dű volt, bosszú, és minden olyan dolog, amit én azt gondolom, hogy negatív egy ember személyiségére és cselekedeteire. És úgy jöttem le a helyről, úgy jöttünk le,
és ketten hosszan beszéltünk a feleségemmel, mert meg igen, hosszan is jöttünk, azért mondom, hogy Fitód miatt gondban voltunk, hogy én megbocsájtok mindenkinek. És higgyék el, majd ha lehetőségem lesz az ügyemben beszélni, illetve most ugye vásárhelyen megint kezdődik újra az elejétől, 7 év után, most már nem tudom ez hányadik, 11. vagy 12. alkalom, de bízom benne, minél hamarabb vége lesz, és akkor majd tudunk arról is beszélgetni, hogy ki, aki azt hitte, akkor jót csinál, egy feljelentéssel, egy árulással, egy nyilatkozattal, egy hamis nyilatkozattal, az vajon, amikor azt gondolta, hogy jót tesz, jót tette. De ez majd mindenkinek a személyes kérdése lesz. És ugyancsak tudom hasonlítani az ezelőtt 7 évi esetet az elmúlt lassan 3 hónapos időszakhoz. Engemet akkor május azt hiszem 12-én 3 hónapra tiltottak el. 3 hónapra. Pont hasonló volt szinte minden most a karantén időszakban, ami történik velünk. Az első egy hónapban, ahogy mondtam, Csíkszered a határait nem hagyhattam el. Nagyon szigorú szabályaim voltak. Hetente 3-szor, olyan is volt, hogy 4-szer kellett jelentkezzek a rendőrségen, mindegy. Most eljellemezem, hogy kicsoda. És alá kellett írjak, ha 1 percet is késtem, akkor ki voltam téve annak a veszélynek, hogyha fix órában nem megyek, hogy utána jönnek és elvisznek 30 napra. Ugye így volt a karantén, az első hónap, szigorú otthon. Utána itt is a karantén esetében, a vírus esetében is jöttek a feloldások. Egy hónap után lehetővé tették, hogy elhagyjam Csíkszeredát. Az első útam, ahova jutottam, az Kászon volt. Pásztor találkozó és köszönet András Zoltán polgármesternek, hogy meghívtak. Hihetetlen nagy boldogság volt a lelkemben, a szívemben, amikor egy hónap után kimehettem a városból. Utána eltelt még egy hónap, akkor már csökkent a rendőrségi kötelező látogatásoknak a száma. Megint enyhítettek a körülményeimen, utazhattam bárhova országon belül. És utána eltelt a harmadik hónap is, akkor feloldottak minden, hát mindenféle tiltást, mert igazából kiderült, hogy azok a súlyos vádak, feljelentések, amelyeket ellenem letettek, azok nem valósak. Nem loptam, nem csaltam, nem kaptam, nem adtam csúszópénzt, stb. Ezekre mind van úgymond diplomáma az ügyészségtől. Na, és pont ezért is én azt látom, hogy párhuzamot vonom ezelőtt 7 év és a mai nap, illetve a tennap előtti szombati, pünkös szombati szentbeszéd tekintetében én tényleg azt hiszem, hogy hinni kell. Hinni kell, és számunkban, a lelkünkben a jóra kell koncentrálni. Azok az emberek, akik a rosszat keresik, akik azt keresik, hogy a küllők közé tegyék be a botot a másiknak, azok lehet, hogy pillanatnyilag, amikor elesünk, akkor örömet éreznek, vagy nem tudom, mit érezhetnek. Boldogság? Fals boldogság. Ellenben fel tudunk állni. És erről szólt a szentbeszéd szombaton, és én ezt meg tudom erősíteni személyes életpályán, nagyon jó néhány ilyen mély gödrén keresztül is. Fel kell állni. És én felálltam, de hogy hogyan megyek tovább, és hogyan fogom folytatni, most itt ma megállnék ezzel a résszel, szombaton majd, vagy a következő szombaton bízom benne, hogy részletesen fogok tudni arról beszélni, hogy hogyan fogom folytatni, bízom benne, hogy együtt tudjuk folytatni, abban is bízom, hogy önök ezzel egyetértenek, de ennek a részleteiről hogyan zajlanak a politikai események, most nem kívánok pünköst hétfőjén részletesen nyilatkozni, engedjék meg, hogy szombat vagy következő szombatig várjak ezzel. Ellenben engedjék meg azt is, hogy elmondjam önöknek, hogy ebben a pillanatban lassan nőtt a vírusos esetek száma, most már ugye van Gyergyó Marosvári térségében is, tehát az teljes megyében megtalálható ez a vírus, ezért kell fokozottan odafigyelni. A mai nappal bezárólag 136 esetünk van,
91-en vannak, akik még mindig pozitívak, 43-an kigyógyultak, ketten elhunytak, egy hölgy a múlt héten részt vettem a családjának. És 2312-en vannak otthoni elkülönítésben, csökkent ez a szám, és 5140 tesztet sikerült elvégezni. És egy kicsit meg is állnék a teszteknél. Szeretném elmondani, hogy nem érdekünk az, hogy mindenki le legyen tesztelve ebbe a pillanatban, mert az a visszajelzésünk a pozitív esetek tekintetében is, hogy ők nagyon rosszul érzik magukat a kórházban, hisz a pozitív esetek kétharmada, több mint kétharmada tünetmentes, nincsen semmi gondja. Ellenben nagyon zárt, rideg és nagyon beszabályozott körülmények között vannak. Ezért is a közegészségügyi igazgatóság vezetőjének az a felkérése, hogy aki különösebben tünetet nem mutat, az inkább otthon, családjától, mindenkitől elzárva, vagy egy hétvégi házban, vagy egy panzióba kivéve egy szobát 14 napot töltse el, és ne próbálj, ne igyekezzen bekerülni a kórházba. Három dolog van az elmúlt időszakban, az elmúlt most már lassan három hétben a fertőzések számának a megúrása tekintetében, ahogy én látom a megyénkben. Egyik az a típusú ingázás, navitázás, ahol nem használnak védőfelszerelést. Tehát én az a kérésem mindenki felé, hogy ha felül egy olyan autóban, egy olyan buszra, olyan kocsiba, ahol mások is utaznak, hogyha már muszáj, nem tudják megoldani másképp, akkor viseljen kesztyűt és maszkot. Nagyon fontos. Eltakarva az orrát, száját, a fertőzéseink többsége így terjed tovább ebben a pillanatban. Tehát a 134-ből azt gondolom, hogy körülbelül kétharmada az egy ilyen eset, ahol sajnos át lett adva egyik ember a másiknak, és ilyen szempontból ez egy gond. Kettő, az elkülönítés. Tehát ott, ahol nem történt meg időben az elkülönítés, ott mindenféleképpen nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez történjen meg. A közegészségügyi igazgatóságnál lehet kérni a betegszabadságot, és akkor 14 napig el lehet különülni. Illetve a harmadik a késői észrevétel. Tehát most is vannak olyan eseteink, hogy valaki már rosszul van, és akkor a mentőket behozza. Tehát az a kérésem, figyeljünk családtagjainkra. Ne széljeljük hívni az 112-t, vagy a családorvost, ha látjuk, hogy valamelyik családtagunk, valamelyik ismerősünkkel gond van. Tehát ilyen szempontból ez a három okot látok én. Az én gyakorlati tapasztalatom a Hargita megyében, a vírus terjedése ügyében. Közben még annyit tettem, hogy itt van előttem a laptopom, és igyekszem oda koncentrálni, hogyha van olyan megjegyzés, kérdés, hogy arra is válaszoljak. Úgyhogy használják a hozzászólásnak a lehetőségét, illetve az a kérésem, hogy osszák meg ezt a filmet, hogy minél többekhez jusson el. Jó. A hétvégén egyik térség polgármesterével nagyon sokat dolgoztunk, mert van megint egy veszélyforrás, és szeretnénk azt kezelni, meg szeretném köszönni a polgármestereknek, hogy akár legyen pünkös vasárnap, szombat, éjjel-nappal tudunk és tudtunk dolgozni, és örvendek annak, hogy nem a közösségi médiában olvashatom vissza, hogy hol mire készülünk, hol mit, hogy próbálunk védekezni, hanem pánik nélkül, ügyesen, csendben, és a családokat felkészítve, a munkadókkal elbeszélgetve folytatunk egy munkát. Bízom benne, ennek lesz eredménye, hogy ne terjedjen tovább a vírus. Az a kérésem azon 8. és 12. gyerekek felé, akinek a családjában van elkülönített, mert ahogy mondtam, 2312 családban van elkülönítés. Azok egyelőre még kedden ne kezdik el az iskolát, erről bízom benne, hogy kedd folyamán a tanfelelősséggel tudunk váltani gondolatot, és kitaláljuk, hogy hogyan legyen az ő esetükben. Igen, most vagyunk a vírus második szakaszában, most már tudjuk, kezeljük, és bízom benne, mindenki maga biztosan teszi a dolgát. Az a felhívásom és az a kérésem, hogy hallgassunk a közegészségügyi igazgatóságra, hallgassunk a családorvosainkra, és hallgassunk a polgármesterekre, mert ők nagyon sok információt tudnak
amivel tudnak segíteni. És azt látom én, hogy azért tudunk számítani a polgármesterekre, és azért számíthatnak ránk is a megyei tanácsra, mert folyik egy munka, és itt a bizalom tekintetében azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy eredményeket értünk el. Sokszor higgyék el, ilyen nappal dolgozó tanácsadó csapatunkat is, illetve személy szerint engemet is, olyankor is felhívnak, vagy írnak, vagy üzennek, amikor a tévé bemond valamit, és akkor rákérdeznek, hogy ez vajon ez így van-e. Köszönjük szépen ezt a bizalmat. Ez egy olyan bizalom, ami nagy felelősség számomra, a csapatom számára, és ezzel nem fogunk visszaélni, ezt meg fogjuk tartani, hogy hitelesen tudjunk továbbra is tájékoztatni. És azt gondolom, hogy az emberközeliség, a közvetlen elérhetőség volt az, ami mindenféleképpen ebben a munkában egy paradigmaváltás is lehet a politikus kollégák számára. Hányan éveken keresztül elmarasztaltak azért, mert közvetlenül igyekszem tartani a kapcsolatot. Én most örömmel látom, hogy szinte nincs már olyan politikus kolléga, aki korábban kritikailag volt véleménye a tevékenységemről, az online kommunikációra, a direkt kapcsolattartásra, és most ne próbálná meg, hajrá, kell menni előre. Úgyhogy ez nagyon fontos az elmúlt időszakban. A határon ki- és belépés tekintetében nem ajánlom továbbra se Nagylakot, a többi kisebb határátkelőt, ami meg van nyitva, vagy Borsot, hogyha a többit nem nagyon ismerik, a borsi határátkelőt, Ártándot ajánlom. És most már néhány napja sikerült elérni a közegészségügyi igazgatóságnak, tehát azok számára figyelem, akik csak néhány napra jönnének Magyarországon, Romániában, vagy Romániából kimennek valamit elrendezni és vissza akarnak jönni. Sikerült kitalálni annak is a módszerét sajátos módon. Gratulálok Tardjöngyi igazgató asszonynak, nem kell menni Bukarestig engedélyért, ami eltarthatott volna akár több hetet is, hogy a közegészségügyi igazgatósághoz e-mailben. Esetleg, hogyha tudják, könnyítsék meg az ottani dolgozók tevékenységét, románul küldjék a kérést, ha nem tudják, akkor ott lefordítják, és mellékelnek, lehet nyugodtan magyarul mellékelni dokumentumokat, hogy miért van szükség arra az útra, úgyhogy mindenkinek üzenem, akinek volt ilyen gondja, baja, hogy ezt kihasználva, illetve ugyancsak Magyarországon a méltányosságot kérve a 14 napos házi elkülönítést nem meg lehet, ki lehet hagyni, habár ugye arról volt szó, hogy mától kezdve megszűnik ez teljesen, de még a jogszabályt úgy tudom, hogy nem jelent meg. A további változások, amik vannak mai naptól kezdve, azt a honlapomon megtalálják, tehát borbolycsaba.ro, és ott ajánlom mindenkinek a jogszabályokat, lefordítottunk, nem tudom, még valaki ezt teszi-e, de mi ezt csináljuk, és köszönöm a fordítási csapatunknak, Gáspár Izabella vezeti, hogy önkéntesen, munkaidőn kívül lefordítanak minden jogszabályt, ami érdekes lehet, rendelkezés, levelezést, magyar nyelvre használják ezt. Igen, Kovács Csató Zsófiának köszönöm a megjegyzését, én is így gondolom, meg kell bocsájtani az ellenségnek. Én azt teszem, azt ajánlom mindenkinek. A héten sikerült elindítanunk a 12-es érettségizők számára a román nyelvből egy e-learning, tehát internetes alapú felkészítő platformot, kérem használják. Szeretnénk, hogyha nem bukna el a fele a 2000 érettségizőből, vagy 2000 valamennyi érettségizőből, kérem ezt használják, nagyon fontos, hisz az életpályát itt lehet most befolyásolni, hogy hogyan folytatják a tevékenységet és hol. Ugyancsak elkészült a héten a 8. osztályok számára a felkészítő füzet, a második kiadás. Gratulálok Ferenc Salamon Alpár kollégának és annak a csapatnak, akit a tanfelelősségek biztosítottak, hogy azok a gyerekek is, akinek nincs online elérési lehetősége, azok fel tudnak készülni a 8. osztályra. És ami jó hír, mondta Alpár kollégám, hogy a minisztérium is érdeklődik a füzet iránt, illetve úgy értesültem, hogy már több megyében átvették a honlapomról, ez letölthető ez a füzet PDF formátumban, tehát aki nem Hargita megyei gyerek, de 8-os nyugodtan használhatja bárhol, Erdély vagy Romániából.
és az is egy jó hír, hogy pénteken megtartottuk az első online közös, tehát együttes ülését a gazdaságélénkítő tanácsadó munkacsoportoknak. Erről majd az elkövetkező hetekben folyamatosan fogjuk Önöket tájékoztatni. És az a kérésem, hogy akiknek van elképzelésük, javaslatuk, meglátásuk, hogy Hargita megyében a gazdaság élénkítésében, serkentésében, ösztönzésében mit lehetne tenni, azokat kérjük, hogy jelentkezzenek, mert szívesen fogadunk minden tanácsot, minden javaslatot, minden jó példát. Elmondtam, többször azokat várjuk, akik már túlestek a mélypontokon, van olyan tapasztalatuk, amire biztos, hogy többen kíváncsiak, úgyhogy jöjjenek ezekkel. Ugyancsak a gazdaságélénkítés keretében néhány napon belül, talán egy hét múlva jóvá fogjuk hagyni az egyház támogatási programunkat, közel 1 millió euró értékben szeretnénk támogatni az egyház községeinket. Azért, mert ezt tesszük már sokadik éve, és igazából az a tevékenység, amit az egyházaink különböző fejlesztéseinek a támogatására fordítunk, úgy gondolunk, hogy mind a két szinten eléri a célját. Egyrészt vannak a kisfalvaink. Hargita megyében van 107 kisfalu. Olyan kisfalu, ahol 300-nál kevesebb ember lakik. Ebben az egyedül intézmény az egyház. És az egyház több funkciós ezeken a településeken, nem csak egy hitélet, kultúra, sport, oktatás, ifjúság, szociális, karitatív, az élet, akár gazdaságösztönzés, az élet számos területén végeznek tevékenységet, és akár a gyülekezeti termek, a hittantermek, vagy maga a templomnak az épülete, hogyha lehetőséget ad arra, hogy az emberek gyülekezzenek, megbeszéljék a gondjaikat, és részt vegyenek tevékenységekben, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. De ugyanígy nagyon fontos a nagyobb közösségben, a városokban is, hogy ne legyünk az ember farkasa, és közösséget formáljunk, ezért is nagyon fontosnak tartjuk ezt a programot. És ez a pénz az elmúlt évekbeli tapasztalatunk nem a nagy nemzetközi cégekhez fog lecsapódni, hanem a kicsi helyi mesteremberek, családi vállalkozások, egyéni vállalkozások, kis cégeknél fog landolni, ezt már nagyon sok helyen várják, és azt gondolom, ezzel több száz munkahelyet tudunk igazából megint megtartani, vagy akár létrehozni az új munkálatok esetében. Ugyancsak a héten tanácskoztunk és össze kell fognunk, hogy a Szent Annatót mentsük meg. Unokáink, ükunokáink számára már lehet, hogy nem lesz meg ez a szép, gyönyörű látvány, amiben most mi gyönyörködhetünk. És ezért kérésünk, hogy mindenki, aki csak teheti, kérem akár személyes üzenetben jelezzen, és itt a tudósok, a kutatók munkáját kell segítsük, a szakemberek munkáját. Persze a megyei tanács is oda teszi a pénzét, csak itt is megint az a gond, ami volt a PCR gépnél a közegészségügyi igazgatóság részére, hogy a jogi alap az nagyon szűk metszet, és nem tudjuk teljes mértékében ezt felvállalni, és azt gondolom a Szent Annató mindannyiunk Székelyföld, egész Erdély Kárpát-medence ügye, kérem ebben segítsenek, hogy tudjuk ezt úgy megtenni közös erővel, hogy megint a fogadatlan feljelentők számára ne teremtsünk úgymond alkalmat, hogy azt higgyék, hogy jót tesznek, miközben tudjuk, hogy általában mindig a feljelentők csak rosszat szoktak tenni. Ugyancsak a héten témakör volt a medve, ügy, többször tanácskoztunk, és el szeretném mondani a medve témakörben, hogy elkezdett egy rossz irányba fordulni a helyzet, elkezdett fogyni a türelem, és néhányan, akik önfeljön azt gondolják, hogy csak ők bírják a bölcsek kövét, elég agresszíven és sajátos módon próbálják elmondani. Sőt, sajnos köztük vannak politikus kollégák is, de nem csak, hanem vannak szakemberek is, hogy hát igazából, amit ők mondanak, az az, ami valamit ér. Minden munka, amit elvégződött az elmúlt évben, kutatás, elemzés, számolás, új alapra próbáló megközelítés, a brüsszeli lobby, a különböző jogszabálymódosító javaslatok, a figyelemfelkeltő kampányok, és minden teljesen fölösleges, már ő tudja, tutit, neki ott van a csuklójában, és teljesen hülyeség, amiről itt sokan beszélnek. Hát ezeket az embereket arra hívom, hogy térjenek vissza a helyes útra, térjenek vissza a csapatban, mert sajnos a jogszabályunk lett módosítva, de csak félig. Pont az a módosítás, ami legfontosabb lett volna, hogy az 57-es sürgősségi rendeletet is módosítsák a vadászati törvény mentén
az sajnos még a mai napig várat magára. Úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, nagyon sok olyan Európai Uniós pénz van, illetve kezdődik az új Európai Uniós ciklus. Megint ne kövessük el azt a hibát, amit elkövettek az elődök, amikor az előző Európai Uniós pénzügyi támogatási rendszert tárgyalták ki, hogy egyáltalán nem tartották fontosnak, hogy ezzel foglalkozzon a Románia kormánya, vagy egyáltalán. És Brüsszel pedig, milyen Románia nem kérte erre külön pénzt, keretet, mint a többi országban, nem tett félre. Úgyhogy a medve kérdés egy komplex dolog, de én arra kérek mindenkit, hogy türelemmel álljunk újra össze, mindenkit hívok arra, sőt, azokat a civil szerveket is, akik esetleg korábban nem értettek egyet, akár a vadgazdákkal, azokat is hívjuk, le kell ülni, közösen kell megoldást találni. Amíg nem lesz egy közös megoldás, addig csak az idegeskedés lesz, és azt tudom üzenni azoknak, akik mind petíciókat írnak, és pereket indítanak, és feljelentéseket tesznek le a medve ügyben, hogy ez nagyjából ennyi. Tehát látják, az én feljelentéseim azok 2012-ben készültek. 2012-ben mi volt? Helyhatósági választás. Tehát volt, aki így akarta megnyerni a helyhatósági választást, a megye tanácselnöki tisztséget, hogy hamar legyártotta márciusban a feljelentést, és látják, itt vagyok. És bízom benne, hogy tudom folytatni ezt a munkát. Tehát ezt üzenem azoknak, akik gyártsák a feljelentéseket és fizetnek ügyvédeknek, hogy oké, tegyék, de az egy olyan tevékenység, amelyik nem biztos, hogy ebben az országban eredményt fog elérni ebben az ütemben. Úgyhogy kérném szépen, hogy vízió kell legyen. És addig, ameddig a vízió csak annyi, hogy dögöljön meg az összes medves, itt megállunk, addig azt gondolom, hogy az a medve is egy élőlény. És azt gondolom, hogy büszkeség számunkra a medve. Nézzék meg, hogy hány cégnek, hány intézménynek ott a logójában medve. Mikor barátokkal, ismerősökkel találkozunk, nem vagyunk büszkék, hogy hát Hargita megye, ott a sok a medve. És higgyék el, turisztikailag is vonzerőt jelent, mindenféleképpen a természetnek a sokszínűsége minket megerősít. Egy olyan világ jön a vírus után, amikor a természeti sokszínűség lesz az érték. Nem, hogy kinek van nagyobb terasza, több fogással készült étrendje és nagyobb wellness központja. Megváltozik a világ. Az emberek vissza fognak térni a természethez. Közelebb akarnak kerülni. Meg akarják csodálni a szép helyeket. Úgyhogy ilyen szempontból fogjunk össze ebben a témakörben, és egyértelműen a medve-ember konfliktus meg kell szüntetni, és könyörtelenül. De sajnos már még nincsenek ehhez jogszabályok. Ezeket meg kell változtatni. Azon kívül pedig az ember-medve konfliktus, ha megszűnik, a második lépcső, hogy lehet egy olyan vadgazdálkodást, amelynek keretében az egyedek száma a terület eltarthatósága mentén megtartható, és igazából ezt mi mindannyiunknak a közös gondolkodása mentén lehet. De aki csak abban gondolkodik, hogy lőjön minél többet, vagy abban gondolkodik, hogy az ember szégyelje magát, hogy belépett Hargita megyében valamikor, az őseink is megzavarják itt a természetet, mind a ketten hibásan gondolkodnak, a középen van a megoldás. És apropó medve, Európai Uniós pénzek, megy el a vonat mellettünk. Ha-ho, megy el a vonat mellettünk. Románia gazdasági válságban van, nincs pénze. Így két kézzel szedi fel a nemzetközi kölcsönöket, mindenhonnan kölcsönt. Mindent most már lassan, a villanyszámlát is a miniszterelnöki hivatalban, vagy akár a viszkijét a miniszterelnöknek kölcsönből fizetik meg. Nincs pénz az országban. És én erre hívtam fel folyamatosan a polgármestereinket, hogy oda kell figyeljünk, hogyan gazdálkodunk mindannyian, mert nincs az a pénzügyi lehetőség, ami a korábbi években volt. És egyedüli lehetőség lett volna, és lenne, hogy az Európai Uniós pénzeket lehozzák. Lehozzuk. És minél közelebb is ide. Mert hogy 8 nagyvárosra akarják felkenni az összes pénznek a nagy részét. Márpedig, ha csak nézik a központi régiót, amiben mi is vagyunk, ugye 6 megye, Fehérszeben, Brassó, Maros, Kovászna és Hargita, akkor szomorú a helyzet. 1,6 milliárd euró, sok pénz. Még lejből is sok, de szorozzák meg 5-tel. És ennek, ahogy néztem, körülbelül 70 valamennyi százaléka valószínűleg
nem lesz megpályázható, vagy csak nagyon kis mértékben Hargita megyéből. Hisz itt nem lehet villamos pályaútvonalakat kiépíteni. Itt az öldvárosok ügye nem az, mint Bukarest, Krajova, Pitest, Brassó, vagy a többi nagyváros tekintetében. Nálunk sok a kisfalu, vannak kisvárosok. Ezek mind pénz nélkül fognak maradni a mai álláspont szerint. És az a baj, hogy erre nem fordítunk elégséges figyelmet. És meg lesznek az új kiírások, és majd nézzük. És akkor megint csodálkozom, hogy Hargita megye miért van hátul a bérek tekintetében. Miért nem történnek fejlesztések? Ez az út, az az út, az a fejlesztés. Miért nem épülnek ipari parkok, miért nem épülnek intézmények, miért nem épülnek a gazdaságot élénkítő beruházások. Sőt, a pénznek 27%-a a vállalkozásokra van félretéve. De önök tudják jól, mennyi az esélye egy kis cégnek hitelvonal nélkül, egy multinak a nagy hitelvonalához és a nagy-nagy fejlesztési terveihez képest. Hát a 100 tagú mérnök csapatával egy brassói cég így lefutja a Hargita megyei 10-20 fős céget. Tehát ne legyünk naívak. Tehát a gazdaság számára elköltött pénz sem áll rendelkezésünkre igazából. Azt el fogják vinni a nagy cégek. Ezért kértük azt, és erre kérem a parlamentes kollégákat is, hogy nagy erővel kellene dolgoznunk azon, hogy az integrált területfejlesztésnek az eszközét, az ITIT lehessen bevezetni, hogy legalább ebből az 1,6 milliárdból, ami jár Hargita megyének, az ide kerüljön. Mert ma lehet, hogy ebből az 1,6 milliárdból járna itt egy hatoda az összegnek, de az egy hatodának én azt mondtam, hogy csak 25%-át tudjuk elhozni. Ebben a pillanatban sajnos, ahogy most állnak a dolgok, és június 15-én zárul az első draft verzió a kiírásoknak. Tehát baj van az Európai Uniós pénzeknél, és azért is kérem önöket, hogy az ide-ide projekt.zsudetszuhargita.ro oldalra töltsék fel az ötleteiket, hogy tudjunk lobbizni, tudjuk segíteni a parlamentereink munkát. És igen, elkezdődött a múlt héten a Hargita megyei megyenapok, ezek hagyományosan, szokásosan, minden évben meg vannak tartva, és zajlanak, most annyi változás van, ki van tolva egészen 4-éig, az összefogás napjáig. Közben itt látom, Lackó Tibor írja az 5G ügyét, nincs beleszólásunk. Az 5G ügye az kormányzati döntés, kormányzati országos szinten kell érte lobbizni, hogyha valakinek van álláspontja az 5G ügyében, akár pro, akár kontra. Szeretném jelezni önöknek, hogy 4-én csütörtökön 10 órától majd kövessenek a korona.hargitamegye.ro oldalon, ugye ezt a vírusos időszakra létrehozott aloldalunk, minden, ami ezzel kapcsolatos ebben az időszakban történik, ide feltesszük, és a testvérmegyénk és az összes testvértelepülés, tehát a megyén belüli települések testvértelepüléseit hívtuk meg egy megbeszélésre, önök is majd a Facebookon keresztül, illetve a korona.hargitamegye.ro oldalon keresztül részesei lehetnek ennek a legnagyobb testvér találkozónak, ami volt eddig Hargita megye történetében. De egész nap 4-én testvérmegyeink, testvértelepüléseink mutatkoznak be, csatlakozzanak és használják az online lehetőséget. Meg szeretném köszönni a tanácsadó csapatunknak és minden kollégának a megyei tanácsnál, akik különböző tevékenységben dolgoznak. Azt gondolom, hogy az direkt kommunikáció az eredményeket hozott és hoz, ezeket meg kell tartani. Azt látjuk, hogy csökkent a bürokrácia, és az online ügyintézés sokkal egyszerűbb a többség számára, mint ahogy gondoltuk korábban. Úgyhogy tovább is kérem az infokukat, hargitamegye.ro e-mail címre küldjék a dolgaikat, az iktatónkat tovább is zárva tartjuk. És én hiszem azt, hogy ezen a módon így dolgozva az emberek, igen, ezt láttam valahogy, hogy kezdett lenni egy ilyen változás, hogy a bürokrácia, a hivatalokkal szembeni ellenérzés, hogy kezdett lebontani is nagyon sokak esetében, és ezt meg fogjuk tartani, megtartjuk. És azt gondolom, hogy ha a bürokrácia, a hivatalok elleni ellenszer csökken, akkor politikai ellen, nem, tehát a politikával szemben közömbösség, az ellenszenv is tud csökkenni. Pont ezt mondtam el a héten a területi küldöttek tanácsának, hogy mindez, amit csinálunk, az a közös bizalom, vagyis a demokráciának az építését jelenti, és hisszük azt, hogy a demokrácia lényege az embereknek az intézményekbe vetett
bizalmi foka, vagyis annak a megteremtése. És ezen dolgozunk, azok az arrogáns, kevésbé párbeszédpárti kollégák, akik még tovább is úgy gondolják, hogy nem ez a járható út, valószínű, hogy nagyon rövid lesz a politikai pályájuk, lehet akármilyen nagy támogatottság fentről, akármilyen nagy barátság, szövetségek, láthattuk itt már jó néhány esetben, akár az előválasztások során, hogy az embereket nem lehet leváltani, és nem lehet megfélemlíteni, és az emberek tudják, hogy mi a helyes út. Úgyhogy minden rosszban van valami jó, és eddig is voltak technikai feltételek, de most ezeket üzembe helyeztük, üzemben tartjuk, úgyhogy ilyen szempontból kérjük, hogy ebben dolgozzunk együtt. És igen, megváltozik a világ. Nagyon meg fog változni a világ, már most látjuk. Nem tudom, önök hogy vannak a családjukban, de nem tudom, hogy hányuknak van. Ha bár ugye arról van szó, hogy június 1-től lehet menni a tengerpartra, hányan akarnak menni a tengerpartra? Én olyan sok emberrel nem találkoztam, aki akar menni a tengerpartra, ha bár lehet mától kezdve. Sőt, ugye most olcsó árak vannak. Egy csomó minden meg fog változni. Havonta egyszer megy el valamelyik családtagom a egyik nagy üzletbe megvásárolni olyat, ami nagyon fontos. És most volt pénteken, ugye pénteken, pünkös péntek. És nem volt sor, néhány ember volt a nagy üzletláncban. Tehát egy csomó minden meg fog változni. Fesztiválok, rendezvények, az a nagy-nagy pénzköltés, amit fogyasztói társadalom diktált, az mind fog változni. Én arra kérem önöket, hogy ezen gondolkozzunk, hogy ebben a változó világban milyen stratégiát, milyen vonalat és milyen szinten menjünk előre. Ebben kérném, hogy mindannyian gondolkodjunk, mert lehet, hogy korábban 50 leire el lehetett menni Barcelonáig és 50 leért vissza, de most, hogyha lehet 50 leire elmenni Barcelonába és 50 leért vissza valamelyik fapados légitársasággal, fogunk-e menni? Nem biztos. Vagy lehet, hogy megyünk, de így megyünk. És ilyen szempontból lehet, hogy az itthoni turizmus, a család, a rokonság, az itthoni való építkezés. Én csak itt nézek szét magam körül, és látom, hogy milyen változásokat hoz. Új társadalmi szokások, új rend, új feladatok jönnek, és ehhez kell hozzáigazodnunk. És igen, nagyon sok házasság nem köttetett meg ebben az időszakban. És én örvendek, hogy többeknek a megszervezésében, az összeszervezésében megbíztak minket, hogy ebben segítsünk. Köszönöm. Én is most elkezdődik egy időszak, amikor lehet tartani 500 fős kültéri rendezvényeket. És igen, hamar kell segítsük a fiataljainkat, mert a társadalmunk alap se egy, a család. A családok létrejötte, nagyon fontos. A társadalom megújítása, a család, a születő gyerekek, és ebben kell dolgozni. És nekem nagyon nagy örömöm van abban, hogy Böjte atya tegnap a 6 órás szentmisében elmondta, hogy Szent László kápolnát épít a Madarasi Hargitán. Álljunk oda mindannyian melléje, mert Mise előtt még tennap előtt folyamán hívott, hogy mit szólok az ötlethez, hogy tényleg ott van a Hargita hegység, sok-sok panzió, sok-sok lehetőség is az év folyamán, a télt kivéve a kihasználtság csökkentett. Hát akkor, ha most már szabad tér, akkor miért ne szép Hargitán történjenek esküvők? Úgyhogy kérek mindenkit, hogy ebben segítsenek, segítsük Böjte atyát. Szent László kápolnát meg kell építeni. És igen, pénteken lehetőségem volt, önöknek is ajánlom, nézzék meg a korondi polgármester úrnak, Katona Mihálynak a videóját, amivel online módon köszöntötte a ballagókat, megható, és gratul a polgármester úr. Egyre inkább a polgármesterek is látják, átkerülnek online térben, és egyre inkább használják ezt a lehetőséget, és az mennyire jó, hogy gyorsabban el lehet érni, gyorsabban lehet ügyet intézni, gyorsabban lehet értesülni, és nem kell az újság sorai között kicsillapizálni, hogy vajon mit is akar egy település polgármestere, meg lehet hallgatni direktbe őket, úgyhogy hajrá polgármesterek, folytassák ezt a munkát. És nagyon fontos most minden 12-es számára a pályaválasztás. Az a kérésem, felkérésem, hogy nagyon erősen készüljenek az érettségére. Nagyon fontos, hogy aki elméleti osztályban vagy szakközépiskolában jár,
az érettségét, mert használja ki a hátra lévő időt, mert látjuk, hogy beszűkültek a lehetőségek. Ma már az az életpálya, amit esetleg néhány éve még az volt sok fiatal tekintetében, Hargita megyében, hogy ha meg lesz, ha nem az érettségi, veszem a repülőjegyet és megyek. Hát látják, nagyon most nem lehet venni még egy repülőjegyet, és nagyon nagy sincs ahova menni. Tehát ilyen szempontból kell azon gondolkozni, itthon maradni. Kell azon gondolkozni az itthoni vállalkozásnak a lehetőségét, az itthoni gazdálkodásnak a lehetőségét. Oda kell figyeljünk a fiataljainkra. Habár most le van tiltva még 15-ig az alkalmazások száma, de én mindenkinek ajánlom a megyei tanács példáját, ahol 10-ből 7 állás a fiatalok számára van meghirdetve. És nagyon fontos az, hogy adjunk lehetőséget a fiatal vállalkozóinknak, azoknak, akik egyetemre mennek, pedig biztosítsunk ösztöndíjat, próbáljuk meg őket hazakötni, nehogy menjen el valaki Kolozsvárra egyetemre, vagy bárhova, Temesvárra, Brassóba, vagy akár ide a Szapienciára, Csíkszeredában, hogy ez egy dobantó, és onnan majd tovább, hanem az egyetem alatt már abban tanul, hogy a közbirtokosság mellett létrejövő gazdasági társaságot hogyan fogja erősíteni, egy műhelyt hogyan fog erősíteni, a helyi hivatalt hogyan fog erősíteni, már a szakmai gyakorlatot az egyetem alatt töltse, visszacsatolva a településre. Tehát a fiatalok szempontjából jövőképet kell biztosítsunk, és kérem, és sajnálom, hogy a politikus kollégák közül nagyon kevesen foglalkoznak a fiatalokkal. Nézzék meg bármelyik politikusnak a Facebook oldalát. Írjanak oda a kommentet alul, és a fiatalokért ma mit csináltál? Mert minden nap mindenki, legyen az képviselő, szenátor, polgármester, alpolgármester, megyei tanács alelnök, helyi tanácsos, mindenki, aki választott Európa Parlamenti képviselő, tud tenni a fiatalokért. Az a politikus kolléga, aki nem tudja, hogy mit tegyen, szívesen segítünk, mert rengeteg jó példánk van, rengeteg jó tanácsunk, és ezt ajánlottak. És végezetül két rémhír, mert ugye minden azt mondtam, hogy minden alkalommal rémhíreket fogom cáfolni. Az egyik az Úzvölgyi temetőbeni történések, ami volt 28-án, és én meg szeretném köszönni, az is nem beszéltem előtte róla, vagy aznap, ne adjunk annak jelentőséget. Az úzvölgyi történések mentén elmondtam, nézzék meg részletesen a tanácsülésünk anyagát, itt közé van téve a film, hogy az úzvölgyét három szinten lehet rendezni, nemzetközi diplomácia, kormányzati parlamenti szint, három pedig ami Csíkszentmárton helyi tanácsa és a megyei tanács, mi közösen együtt viszünk. Én erről tudok beszélgetni, erről tudok elszámolni minden másodpercről a kezdetektől fogva, és el tudom mondani, amit elmondtam a tanácsülésen is, hogy hál' Istennek egyetlen visszautasított keresetünk, eljárásunk nincs ebben a pillanatban, de a pereket nem a nyilvánosság előtt kell megbívni, a bírókra nem kell nyomást gyakorolni, tehát ilyen szempontból szeretném önöket tájékoztatni, hogy úzvölgyével megyünk előre, ha van kaszálva, ha nincs kaszálva, nem ez a legfontosabb dolog, hanem az, hogy akinek van bármilyen további dokumentuma, bármilyen irata, vagy bármilyen ötlete, azokat kérjük, hogy jelezzék, küldjék el, 12 különböző jogi eljárás folyik, úz.hargitamegye.ról, de arra feltesszük azt, ami nyilvánosság számára már hozzáférhető, mert sajnos volt egy eset, amikor egy bírósági tárgyalás közben, pont most az úzvölgye tekintetében az év elején, valaki kifutott a sajtóban, és egyből a Bálkai Bíróság már másnap hátrányosan döntött egy adott kérdésben. Tehát ilyen szempontból nem szabad a bíróságra nyomást gyakorolni. Az igazság, azt gondolom, hogy ahogy mondta Zsombori Vilmos korábbi megyei tanácselnök, vízum nélkül utazik, úgyhogy megyünk előre ebbe a témakörben. Ellenben meg szeretnék állni egy néhány másodpercre. Azt látom, mintha lennek néhányan itt is, akár ebből a táborból is, a miénkből, akik annak drukkolnak, hogy hát ha borbolyék elveszítik a pereket, vagy a feljelentéseket, vagy ezt, vagy azt, vagy azt. Emlékeztetem őket, mit mondott Gergely pápa. Gergely is. Ki tudja, lehet, hogy még pápa is lesz belőle, adja az Isten. De amit jónak vélnek, hogy a drukkolnak úzvölgye ellen, az lehet, hogy a rossz. És az a kérésem, hogy álljanak le, és ezt ne, és akár a békásszorosnak a visszaszerzése, ezek mind olyan szent ügyeink, amelyben nem lehet két tábor. Csak egy tábor lehet, és egy zászló. És az a kérésem, hogy ha bíznak a munkánkban, akkor
álljanak mellénk. A másik, amit sajnos megint azt kell mondjam, ha bár tanácsadóim is, meg mindenki öreki fontos, azt mondta, hogy a sajtóval nem szabad foglalkozni. A sajtó az egy olyan dolog, hogy ha valaki megszólal, akkor annak vége, lehúzhassa a rollót. Hát én inkább megteszem, mert hiszek az igazságban, és arra kérem fel a sajtó munkatársait, azokat, akik például a víznek a minősége tekintetében, Hargita megye ügyében, itt ugye, ahogy én láttam, volt a Transindex, volt a Vásárhelyi Rádió híradója is. Tehát ne vegyenek át minden olyan hírt, amelyeket nem ellenőriztek le. Én tudom, hogy ez való Bukarestben megjelent egy valamilyen fake news, és azon a jó hangzatos volt, hogy Székelyföldön rossz a víz, és azon belül aztán Hargita megyében mindenki hal meg. Nem igaz. Egyre másra cáfolják a polgármestereink, bemutatják a bizonylatokat. Teljesen fölösleges. Egy abszurd példa. Rajta van ez a listán Szépvízközség. Hát Szépvízből kapja a vizet Csíkszerede és az egész környék itten, Közép-Felcsi. Úgyhogy ne higgyenek annak, hogyha megjelenik a sajtóban egy rémhír, és én arra kérem a sajtó munkatársai, nyugodtan hívjanak, írjanak, mindig válaszolunk, elmondjuk szakszerűen, mi a helyzet. Az, hogy a különböző statisztikák ebben az országban hamisak, mert úgy, ahogy szokták mondani, térden készülnek el. Ezt tudják, ez olyan, mint a kérdező biztos, amikor kap 10 kérdőjelet és belül a kocsmába rendel egy sört, és mind a 10-et kitölti. Na, nagyjából ilyen adatokra hivatkozva mentek ki ezek a hírek, és az a gondom, hogy ezzel rémhírt keltünk, a bizalmat, a közösségi erőt bontjuk meg. Az a kérdésem az újságírók számára, hogy kérdezzenek meg. Azt mondtam, korábban a Székelyhontól kértem, és köszönöm, hogy ezt a Székelyhon szerkesztősége tartja ezt az egyességünket, hogy 48 órán belül válaszolnak legkésőbb. Amit lehet igen, nem, azt azonnal, a többi 48 órán belül, és kérem, hogy éljenek a többi szerkesztőség is miatt. Valamilyen negatív hírt átvesz. Pont elég negatív hírünk lesz a munkáják elvesztése, a szociális problémák, egy sor dolog tekintetében. Ne rémizgessük az embert. Megnézem most zárás előtt, még hogyha volt valami olyan. Mihály László kérdezi, hogy mikor lesz vége. Nem tudom, mikor lesz vége. Nem is ez a fontos. Az a fontos, hogy mi figyeljünk egymásra. A szokásainkat, amivel tudunk egymásra ügyelni, amivel nem tudjuk felvenni, nem lehetünk hordozói a vírusnak, azokat a feladatokat mind el kell végeznünk. Helyettünk senki sem fog kezet mosni, maszkot tenni, odafigyelni. Ne menjünk felelőtlenül. Ne keressük azokat a nagy csoportos közösségi élményeket, amelyek esetleg most hiányoznak, mert nem tudhatjuk, hogy ki a pozitív, és lehet, aki pozitív, nem is tudja, hogy ő pozitív. Máskülönben ez az utóbbi heteknek a drámája, hogy úgy adódott át folyamatosan a betegség, nem a betegség, mert ez nem betegség, ez egy vírus, hogy nem tudták, hogy van valamilyen gond. Köszönöm szépen mindenkinek a nagyon sok, vagy nézem, 40 hozzászólás volt a beszélgetés folyamán. Az a nagyon nagy kérésem, osszák meg ezt a videót. Én nagyon szép gyereknapot, áldott gyereknapot kívánok minden gyerek számára. Most már minden szempontból a szülőknek megvan az a lehetőség, hogy otthon legyenek a gyerekeikkel. Nekem lesz majd egy 2 órás kiruccanásom után Madarasi Hargitára, de azon kívül én is itthon leszek a családommal. Ezt kívánom mindannyiunknak, és június 4-ére készüljünk lélekben az összefogás napjára, és a Fodorkertben várunk mindenkit délután 5 órakor, mert nagyon fontos, hogy megemlékezzünk, és nagyon fontos, hogy erőt merítsünk, egymást biztassunk. A viszontlátásra, és kérem írjanak, hívjanak továbbra, és azt tudom mondani, minden nap késő délután este felé rászállnak 1-1,5 órát, hogy mindenkit visszahívjak, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan, bizalommal fordulnak továbbra is hozzá. A viszontlátásra. Áldott pünköst hétfőt!